Beszállítói fórum. Kitörési pont lehet a nemzetközi cégek betelepülése Debrecenbe a kis- és középvállalkozások számára. Az üzleti környezet erősítése elérte a legmagasabb pontját a repülőtéren épülő 4 emeletes szálloda. Segítség a rászorulóknak, ismét adományozó napot szervez az Debrecen a karitatív testülettel együttműködve. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradó. November 16-a csütörtök van, már is jövünk a legfontosabb helyi hírekkel. Meg kell tanulnunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a nemzetközi vállalatok földrajzi közelsége jelent számunkra. Ezt mondta Papp László polgármester azon a helyi kis- és középvállalkozások számára meghirdetett beszállítói fórumon, amit közösen rendezett az önkormányzat, az EDC Gazdaságfejlesztési Központ és az ADMA Transformers program csütörtökön a Kölcsei Központban. A város régóta kiemelten segíti a helyi KKV-szektor fejlődését. Ennek újabb állomása a nagyvállalatok és a kisebb cégek közötti üzleti kapcsolatok elősegítését célzó rendezvény. A helyi beruházások és fejlesztések révén Debrecen gazdasági ereje szintet lép 2030-ra. Várhatóan a 10 évvel korábbi 5-szörösére nő addigra a Cívisváros és a Vármegye teljesítménye. A hazai gazdaság súlypontjának áthelyeződése a keleti ország részbe óriási lehetőség a helyi kis- és középvállalkozások számára, többek között a csúcs technológiát képviselő nagyvállalatok beszállítóiként. Csak akkor lehet sikeres az a gazdaságfejlesztési politika, amelyet Debrecen képvisel, hogyha abban a termelési láncban egyre nagyobb számban vannak ott a Debrecen és régióbeli kis- és középvállalati szereplők. Az önkormányzat nemrég elkezdte az ország első nagyipari környezetben elhelyezkedő KKV parkjának a kialakítását a déli gazdasági övezetben. Emellett az EDC-ben 2015 óta külön részleg segíti a KKV szektort, és a város a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektet a kis- és középvállalkozások fejlődésének és beszállítói szerepvállalásának elősegítésére. Magyarországon megjelenítik a KKV-t. Hazánk a nyugati és a keleti élvonalbeli technológia nagyvállalatainak találkozási pontja, ami kitörési pont lehet a kisebb magyar cégek számára, hangsúlyozta György László kormánybiztos a beszállítói fórumon, és hozzátette, a kormányzat is kiemelten támogatja a KKV szektor fejlődését. Akár ezeken a cégeken keresztül jutnak ki a világpiacokra, akár ezen cégeken keresztül fejlesztenek olyan innovatív saját termékeket és szolgáltatásokat, amelyek nem csak ezen vállalkozások számára jelentenek értéket, az mind-mind az itt élők hozzáadott értékét mutatja és növeli, vagyis ettől lesz mindenkinek munkája, munkahelye, biztos megélhetése és tisztességes jövedelme. Mintegy 150-en vettek részt a beszállítói fórumon, ami számos előadás, valamint pódiumbeszélgetés mellett kötetlen szakmai kapcsolatépítési lehetőségeket is kínált a kis- és középvállalkozások képviselőinek. A rendezvényen bemutattak egy 12 országot felölelő európai projektet is, ami a kis- és középvállalkozások digitalizációs fejlődését segíti szakértőkkel és pénzügyi támogatással. Először rendezett karrier és üzleti sót Debrecenben a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. Csaknem 100-an vettek részt a Fiatal Vállalkozók hetének rendezvényén szerda este a Matthias Corvinus Kollégium helyi központjában. Debrecen és a Vármegye vállalkozóinak a szerepe túlmutat a térség határain, ezért rendeznek itt hiánypótló fórumot a fiatal vállalkozóknak, mondta Lakatos Gergely, a FIVOSZ alelnöke, a gazdasági utánpótlást segítő fórumon. Bognár István, az MCC debreceni képviselet vezetője úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a két szervezet közösségébe tartozó fiatalokból olyan vállalkozók és vezetők válnak, akik a szűkebb közösségükért és tágabb értelemben a nemzetükért is tenni akarók elkötelezettek. A rendezvényen több olyan előadás és kerekasztal beszélgetés hangzott el, amelyből inspirációt és motivációt meríthettek a térség fiatal vállalkozói az üzleti tevékenységük sikeresebbé tételéhez. Elérte a legmagasabb pontját a debreceni nemzetközi repülőtéren épülő 4 emeletes szálloda. A hiánypótló beruházás javítja a szolgáltatási portfóliót.
Ezt mondta Papp László polgármester az épülő Ibis Thijs Debrecen Airport szálloda mai bokrétalvató ünnepségén. Az Akkor és a Xanga csoport együttműködésében egy 73 szobás és 20 apartmannal rendelkező szálloda épül. Magasban a díszes virágkoszorú. A 4 emelet magas szálloda elérte legmagasabb pontját. Az ebből az alkalomból tartott ünnepségen Papp László úgy fogalmazott, a debreceni nemzetközi repülőtér egy nagyon fontos motorja a város fejlődésének. Jövőjét tekintve dinamikus fejlődés előtt áll, ami abból is jól látszik, hogy augusztusban az utasszám már elérte a tavalyi év teljes forgalmát, hangsúlyozta a polgármester a Bokréta avatón. Minden életképes fejlődésre alkalmas repülőtér környezetében van megfelelő színvonalú szálláshely szolgáltatás, és most Debrecen esetében egy olyan fejlesztés zajlik, amely a debreceni repülőtér szolgáltatási portfólióját tudja javítani. Ráadásul egy nagy nemzetközi szállodalánc egyik brandje, az Ibis Thijs érkezik ide a debreceni repülőtér mellé. Az Akkor csoporthoz tartozó márkanév alatt egy 73 szobás és 20 apartmannal rendelkező szálloda épül. Papp László polgármester azt mondta, a helyi turisztikai piac dinamikusan növekszik. Ebben az évben a tavalyihoz képest 10%-os vendégszám és csaknem 6%-os vendégéjszaka növekedéssel számolnak. Az 5 milliárd forintos szálloda fejlesztés a Xanga és az Akkor csoport megállapodásának eredménye. Az építkezés nagyon jó halad, az ütemtervnek megfelelően. Az építészeti rész az jövő augusztusra fog elkészülni, és aztán jön ez a design és a belső berendezés, tehát a szálloda üzemnek a installálása. Ezzel a beruházással a világ egyik vezető szálloda üzemeltető vállalata tovább erősíti piacvezető pozícióját a közép- és kelet-európai szállodaiparban. Debrecenben a Hotel Mercur mellett ez lesz az újabb érdekeltségük. You know, it's a pleasure to be back in Debrecen. Lenyűgöző az a gazdasági fejlődés, amit Debrecen produkál az elmúlt néhány évben. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek a fejlődésnek. Magyarország ugyanis stratégiai fontosságú számunkra, mondta az Akkor csoport kelet-európai fejlesztési alelnöke. Az Ibis Thijs Debrecen Airport Hotel a tervek szerint 2025 második felében nyílik meg. Könnyebben és gyorsabban közlekedhetnek az autósok, miután csak nem 8 kilométeren megújult a Debrecen és Bihar keresztes közötti útszakasz. 12 felújított buszmegálló, friss burkolati jelek és új jelzőtáblák a 4808-as jelű úton, de a Kondorosi híd és a Katipatak hídja is teljes szerkezetében megújult. Itt mintegy 1 milliárd forintból 7,7 kilométeres szakaszon végeztek útfelújítást a szakemberek. Idén a vármegyében az úthálózati fejlesztéseket figyelembe véve ez volt a legnagyobb beruházás, hangzott el a mai tájékoztatón. A tervek szerint jövőre a Debrecent és Bihar keresztest összekötő út felújítása Kismarja környékén folytatódik majd. Újra megnyitja kapuit a felvételi előtt álló diákok előtt a Debreceni Egyetem. A képzési kínálatról, hallgatói életről és az egyetemistáknak szóló szolgáltatásokról november 22-e és 23-a között ad tájékoztatást a 18. Dexpo. Idén először a pontszámításban személyes segítséget is kérhetnek a fiatalok. Tavaly több mint 7000 felvételi előtt álló diák látogatott ki a Dexpo-ra. A beiskolázási rendezvényen a leendő hallgatók óralátogatásokon vehetnek részt, előadások és standok segítségével megismerhetik az egyetem széles körű képzési kínálatát, valamint a hallgatói életbe is betekintést kaphatnak. Minden olyan információt megkaphatnak, ami ahhoz kell akár nekik, akár a szüleiknek, hogyha ide jönnek tanulni a Debreceni Egyetemre, mi vár rájuk, milyen közegbe, milyen légkörbe kerülnek, hol tudnak lakni, milyen szabadidős tevékenységek vannak, sportolási lehetőségek vannak, úgyhogy az egyetem teljes palettája bemutatkozik. A képzési kínálatot bemutató programok és helyszínek közötti tájékozódásban egy mobil applikáció is segíti majd a fiatalokat. Idén először személyre szabott segítséget lehet majd kérni a pontszámítással kapcsolatban, valamint az új felvételi rendszerről is informálódhatnak a diákok. Egy újfajta felvételi rendszerrel kell nekik megbirkózniuk,
és hogyha ide ellátogatnak több ezren várhatóan, akkor itt személyesen tudnak munkatársainktól az Oktatási Főigazgatóság standján, az ott dolgozó munkatársaktól, a hallgatói nagykövetektől információkat kapni. A Dexpót 18. alkalommal szervezi meg a Debreceni Egyetem november 22-e és 23-a között. Ennek apropóján születésnapi nyereményjátékkal is készülnek a szervezők. Megalapításának 40. évfordulóját ünnepli a Kóskároly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium. A jubileum alkalmából gála előadást tartottak az intézményben a jelenlegi és az egykori növendékek részvételével. Az iskolában most ötvös, textil és aranyműves, grafikus, mozgókép és animáció, valamint divat, jelmez és díszlettervező képzéseken vehetnek részt a tehetséges fiatalok. A 40. születésnapon Puskás István alpolgármester köszöntőjében azt mondta, nagyon fontos a Kóskárolyban végzett munka. Ahhoz ugyanis, hogy Debrecen tovább erősítse régióközponti szerepét, szükség van a művészetekre és a fiatalok kreatív energiájára is. Második alkalommal rendezték meg a Womanext üzleti klubot, amely női vállalkozók és vezetők számára biztosít lehetőséget a párbeszédre. A sport mint vállalkozás, fenntarthatóság és környezettudatosság, valamint a női csúcsvezetők kihívásai. Ezek a témák kerültek a középpontba a második Womanext Akadémián, amelyen mintegy 70 helyi és hazai szakember vett részt. A negyedévenként szerveződő női üzleti klub célja a térségben működő női vállalkozók tapasztalatcseréje. Ehhez a mai alkalommal a résztvevők három témakörben hallgathattak meg kerekasztal beszélgetéseket, amelyeken 12 meghívott szakember osztotta meg gondolatait. A mostani Womanext Akadémia témáiról azt lehet mondani, hogy lehet, hogy ott hevernek az utcán. Mi viszont annak a logikának megfelelően szervezzük ezeket a programokat, hogy milyen tapasztalat, milyen visszajelzés van az előző rendezvényeink kapcsán. 250 éve 1773. november 17-én született a költőóriás és drámaíró mester Csokonai Vitéz Mihály. Ebből az alkalomból kétnapos ünnepi programsorozattal készült a Színház és Filmművészeti Egyetem, amelynek kapcsán tudományos emlékkonferenciát, könyvbemutatót és színházi előadást is szerveznek. Adakozás! A Dorottya utolsó próbái zajlanak a Csokonai Nemzeti Színházban. A Végeposzta Teátrum állítja színpadra a Csokonai Vitéz Mihály 250 című ünnepi program kavalkád részeként. Ugyancsak az eseménysorozat keretében tartották meg a Kincsek Negédes Csűre című konferenciát ma a Csokonai Fórumban. Egy zseniális fiatalembert ünneplünk, aki ugye nem élt hosszú ideig, de nagyon maradandót alkotott, és ezt igyekeztünk most a konferencia tartalmába érzékeltetni, ezt a polihisztorságot, ezt a sokszínűséget, ezt a felívelő, rendkívül érdekes alkatot, akit Csokonai Vitéz Mihályként ismer. Az emlékkonferencián a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatói tartottak különböző előadásokat, amelyeken keresztül a résztvevők a drámaírás mestere, Csokonai teljes életművét és utóéletét is megismerhették. A programon részt vett Puskás István alpolgármester is, aki azt mondta, Debrecenben múlt hét óta zajlanak a költőóriás 250. születésnapja alkalmából szervezett programok, ehhez csatlakozott most a Színház és Filmművészeti Egyetem. Nagyon örülünk annak, hogy nem csak az irodalom tudósok számára, nem csak a városban élő legkülönbözőbb közösségek számára fontos ezek szerint Csokonai, hanem a színház tudomány, a színház történet, a színház művészet is magáinak vallja Csokonai örökségét. A kétnapos eseménysorozat részeként ma bemutatták a Színház és Filmművészeti Egyetem kiadásában nemrégiben megjelent könyveket is. Ismét adományozó napot szervez a ZOO Debrecen, együttműködve a Debreceni Karitatív Testülettel. Jövő szombaton tartós élelmiszer, tisztítószer és játékadományokat is várnak az állatkert belátogatóktól. A felajánlásokat rászoruló debreceni családoknak juttatják el még karácsony előtt. Élelem után kutatva sétálgattak kifutójukban ma reggel a koátik. Jövő szombaton ők is várják majd a látogatókat. A ZOO Debrecen ugyanis a tavalyi siker után idén ismét adományozó napot szervez.
November 25-én egy jelképes belépődíj mellett újra lehetőség lesz majd a rászorulók támogatására. A Debreceni Karitatív Testület idén második alkalommal fog össze az Ódebrecennel. Tartós élelmiszereket, illetve tisztálkodószereket szeretnénk gyűjteni, és debreceni rászoruló családok részére kerülnek majd kiosztásra még karácsony előtt. A cukor, a liszt és az étolaj mellett mesekönyveket, gyerekjátékokat is várnak. Az Ódebrecen a természetvédelem, az ismeretterjesztés és a kikapcsolódás mellett a társadalmi felelősségvállalást is fontosnak tartja. Az élményszerű ismeretszerzés jól illeszkedik a jótékony célú adománygyűjtéshez. Ilyenkor különböző programokkal, kiegészítő programokkal segítjük azt a fajta adakozó kedvet és hívet, ami nagyon sok polgártársunkban benne van. Tavaly több mint 1000 látogatója volt az adományozó napnak. A szervezők most is hasonló érdeklődésre és sok-sok adományra számítanak. Eddig tartott a csütörtöki DTV híradó. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálunkon és közösségi oldalainkon. Legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket friss hírműsorral. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!